Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mit tervez? Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt látható, hogy megjelensz az ő gondolataiban. És itt látható egy ünnepség, a nyilvánosság, találkozni akar veled, úgy érzi, hogy mások megbecsülnek téged, vagy szeretné azt, ha meghívnád őt. Ha lenne egy meghívás a terű asztalkán. És hogyan érzi magát? Itt látható, hogy keresi a biztonság érzetét, hiszen itt a fáról van szó. Keresi a biztos párkapcsolatot, ahol úgy érzi, hogy le tud gyökerezni. De jelenleg még minden olyan hideg-rideg, és várakozik, amíg a tavasz lesz, és tavasszal szeretne veled találkozni, beszélgetni tervekről. Lehet, hogy addig is lesz kapcsolat, de így a téli hónapokban inkább még az érezhető, hogy olyan visszahúzódó, hideg, rideg nem beszél nyíltan tervekről, inkább azt várja el, hogy te keresd a kapcsolatot, hogy legyen egy meghívás, ha te könyörögnél neki, hogy milyen jó lenne beszélgetni, és szeretné azt, ha te meglátogatnád őt. Tehát vannak elvárások ebben a helyzetben, és ahogy itt a tavasz kezdődik, úgy márciustól, majd lesz részéről mozgás, keresi a kapcsolatot, keresi a beszélgetést veled együtt, de még januárban, februárban úgy gondolja, vagy azt szeretné, ha te meghívnád őt, vagy azt, hogy összefussatok a nyilvánosságon. Mit fog tenni? Milyen érdekes, újra a fa jelenik meg, és újra a madarak, de mást közölnek a képek. Akkor is, ha te nem jelentkezel nála, és vannak neked is elvárásaid, hogy kell, hogy ő lépjen feléd, lehet, hogy még így januárban olyan visszahúzódó, de akkor érezni fogja azt, hogy ő a tettek embere, neki kell döntéseket hozni, és keresi veled a kapcsolatot, itt a bagoly, madár, illetve madarak jelentik a bölcsességet, meg az éjszakát is, hogy esténként gondol rád, vagy álmodozik rólad, okos döntéseket fog hozni, és kimutatja az, hogy mennyire fontos számára a biztonság érzete, ahol le tud nálad gyökerezni. A fa itt jelenti a gyógyító erőt is. Lehet, hogy most így a téli hónapokban kicsit vacilál, betegeskedik, de megváltozik a hozzáállása, másképp kezel téged, hiszen itt látható, hogy mennyire változik a helyzet. És mi fűz össze benneteket? Itt a könyv jelenteti a tudást, vagy lehet egy ajándék is, hogy megajándékoz téged ezzel a könyvvel. Az is lehet, hogy tanultok együtt valamit, de jelentheti az árkózottságot is. Összefoglalva azt tudnám mondani, hogy összefuttok a nyilvánosságon. Vannak elvárásai, hogy te meghívd őt. Ő nem meri ezt kimondani, hanem vár arra, hogy te közeledj hozzá. Inkább megvan most még ez a hideg-rideg tartása.
de nem bírja kivárni azt, hogy te jelentkezz, hanem olyan bölcs döntést fog hozni, és kimondja azt, hogy mennyire fontos számára a párkapcsolatban is a biztonság érzete, meg itt megjelenik a gyógyító erő, a tudás, és itt látható a bölcsesség is. Azon kívül ez a könyv jelenti a zárkózottságát, vagy a te zárkózottságodat, és amennyiben te vagy visszahúzódó és zárkózott, akkor ő fog közeledni hozzád, hiszen keresi veled a kapcsolatot, beszélni akar veled. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!